Szentendre felkerült a magyar foci térképére. Köszöntöm a kedves nézőket, és én azt mondanám, hogy nem csak a magyar foci térképére, hanem Európa foci térképére. Mindjárt megtudják a következő percekben, hogy miért mondom ezt. Itt ül a stúdióban Fitos József, a SEFI LSS szakmai vezetője és edzője. Szervusz József! Szervusz, és köszönöm a meghívást! Sokaknak leállással jár ez az időszak így a koronavírus miatt. Hogyan érint benneteket, a szefiseket ez az időszak? Mennyire tudtok edzeni? Hogy zajlik most a bajnokság? Mit tudhatunk erről? Hát borzasztó dolog ez a koronavírus, ugye az egész világ küzdőle. Lehet, hogy furcsa dolgot mondok, de nekünk egy kicsit hozott ki pozitív dolgokat is. Ugyanis abban a pillanatban, hogy az edzés lehetőségek megszűntek, elsősorban az akadémiákról visszajöttek a gyerekeink hozzánk. Mi minden egészségügyi előírás betartva kis csoportokba edzettünk, egy percig nem álltunk le. És egyiképpen, akiről szó lesz fiú, az tavalyi márciusától velünk edzett folyamatosan. Tehát nem álltunk le, amikor kis csoportba lehetett edzeni, most pedig megy ugyanúgy a szokott rendben, mennek az edzések, a mérkőzések. Hát annyi csak a probléma, hogy szülők nem jöhetnek be, és van nekünk elég nagy a szülői érdeklődés, a szülői támogatás. Ezt most kis nehezen éljük meg, de azért túl leszünk rajta. Ugye volt a tavaszi hullám, az első hullám a korona szempontjából, utána mennyire sínylettétek meg itt az őszi időszakot? Gondolom, hogy azért elsősorban nyáron szoktak gyerekek jelentkezni. Több volt, kevesebb volt a gyerkőc, mint az előző években. Mit tudhatunk erről? Hát nem vettük észre a koronavírust, tehát a létszámunk az teljesen nőtt. Olyan szinten, hogy 27 fővel lettünk többen, mint tavaly, tehát ilyen szempontból negatív élményem nincsenek. Ami ugye a problémát jelentett az, hogy nem lehetett csapatként edzeni, csak kis csoportokba. Tehát én csak pozitív dolgokról tudok beszámolni, természetesen már nagyon-nagyon jó lenne, hogy elmúlna ez a járvány. Egy kicsit beszéljünk a csapatokról, milyen korosztályban vagytok jelen, és milyen szinten bajnokságokban? Hát a legkisebb korosztályunk az ugye az ovis korosztály, ott a 4-5 éves kortól kezdenek eljárni hozzánk a gyerekek, most már kislányaink is vannak, és a legnagyobbak pedig az U19-es korosztály, tehát felőle minden utánpótlás korosztályt az Egyesület. És akkor egy kicsit beszéljünk itt az elmúlt napokról, hetekről, mert azért több minden történt, nem véletlenül mondtam akár ezt a dolgot, hogy sok helyen leállás van, nálatok viszont nagyon nagy a pörgés. Egyrészt egy fontos megállapodási szerződést kötöttetek a Honvéd Akadémiáról. Hogyan jött ez az ötlet, ez a kezdeményezés? Hát alapvetően, ugye én a Honvédban voltam pályafutásom nagy részét, ott töltöttem, és nagyon jó a kapcsolatom Honvéd Magyar Futballakadémiával, és azt gondolom, hogy nem csak a kapcsolatunk jó, hanem el kell mondani ezt őszintén, az eredmények alapján az ország legjobb akadémiája. És nagyon jó szívvel ajánlok gyerekeket, és irányítom oda őket, aminek az eredménye például majd, aki téma lesz, a Barta Botinak a szereplés és az eredménye is. És a Honvéd megkeresése után mi nagy örömünkre partneregyesületi szerződést kötöttünk, sőt egy új hírről is be tudok számolni, tegnapi naptól hivatalosan a Magyar Futballakadémiának a játékos megfigyelő is vagyok. Tehát itt a környéken, bozsiktornákon, versenyeken, bajnoki mérkőségre látok tehetséggyerekeket, és a szülőket is, a szülőknek a szándékával is találkozik, akkor oda tudom őket irányítani. Tehát egy közös érdek, és ezúttal is csak köszönetet tartom Honvédhoz, mert például a terapi edzőmeccsen királyi módon fogadtak bennünket, és csak köszönetet tartozunk nekik. Mit jelent ez egyébként a SEFIS gyerekeknek, hogy a Honvéddal ilyen aktív kapcsolatban vannak az ottani játékosokkal? Hát voltunk már mérkőzésen, ugye meghívtak bennünket VIP-páholyba, onnan nézhetük a mérkőzéseket, fotók is készültek egyébként. Legelőször ez éppen a Barta Boti, akiről majd szó lesz később, gondolom, annak a korosztályát hívták meg. Hát azért egy Honvéd öltözőbe tanap is bemehettünk ott megérezni ezt az NB1-es légkört, ezt a igazi profi szellemet. Nem véletlenül írtam a Facebookon, hogy Európában voltunk, mert amilyen lehetőségek most vannak a gyerekeknek, és Kispest Honvéd, vagy illetve a Magyar Futballakadémia tud biztosítani, arról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Azt gondolom, hogy nem véletlenül van azért ez a futballban ez a fejlődés, amire egyébként talán én is most meghívást kaptam. Tényleg nagyon-nagyon jó úton van, úgy gondolom ezen úton kellene tovább menni. Csak, bocsánat, ne haragudj, csak egy kicsit Szentendre, kicsit fölébredhetne. És erről az ébredésről majd hamarosan beszélünk, de először beszélünk Barta Botondról. Az országos sajtó is felfigyelt rá, egy 17 éves játékosról beszélünk, aki ugye itt kezdett el focizni, és hát most a Bolognában játszik. Emlékszel arra még, amikor először lejött a családjával ide a Szentendrei pályára?
Hát nagyon is emlékszem rá. Azért a történethez hozzá tartozik, hogy ő, és azt gondolom, hogy a szülei nem veszik rossz néven, szinte a második fiam. Ő, akkor lejött így a nadrágja még a szinte a nyakába volt belehúzva, és csak annyit lehetett tapasztalni, nem volt egy nagyon, tehát egy csúcs tehetség. Tehát genetikailag nem volt egy óriási tehetség, viszont eszméleten az a hozzáállás, amit ő bemutatott az elmúlt 9 éve, amit nálunk töltött. És nem lehetett tőle olyat kérni, amit ne csináljon meg, sőt, hát volt olyan szituáció, hogy nem ment iskolába, 40 fokos láza volt, de lejött edzeni, és úgy kellett hazazavarjam. És nagyon szerencsés dolgok álltak össze. A szülők azt mondták, hogy szinte teljesen rám bízták a sport szempontjából, és azt mondták, csinálják vele, amit belátásom szerint. Nagypapa volt, aki mindig ötve, és nézte, és tanácsokkal látott el bennünket. És így sikerült ez a bizalommal sikerült olyan eredményt elérni, hogy most hát azt gondolom, hogy ez szent életében nem volt még, hogy a top európai 5 országának a ligájában egy szentendrei, még ezt mondom, szentendrei, és akarom elhinni, fiú játszhat. Botondot is megszólítottuk arról, hogy milyenek az első benyomásai Bolognában. Ezt a bejátszást láthatják most. Igazából a legelső megkeresés az még nyáron történt, de akkor így nem volt semmi konkrétum, vagy semmi komoly, és utána így most télen gyorsult fel a folyamat, és akkor az utolsó napig, igazándiból az utolsó napig az átigazolási időszakban húzódott ez a történet, de végül aztán sikeresen megállapodott a két klub, és így jöhettem Bolognába. Ezt hogyan kell elképzelni egyébként, hogy neked van egy külön egy menedzsered, aki tartja a kapcsolatot akár az olyan vevőkkel, vagy opcionális vevőkkel, akik téged szeretnének megvásárolni? Igen, van egy menedzserem, Sós Kálmánnak hívják egészen pontosan, és ő segített kicsit felgyorsítani a dolgokat is, és ő tartja a kapcsolatot itt a Bolognával is, meg a Honvéddel is tartotta a kapcsolatot, és akkor így igazándiból kicsit rajta keresztül is így gyorsabban ment ez az egész folyamat. Mikor érkeztél Bolognába, illetve így mik voltak az első benyomások? 2 hete érkeztem ide. Az első benyomás, hát ugye repülővel jöttem, és ezért így volt egy 2 napos karanténszerűségem, amíg nem jött meg a negatív teszteredmény. De utána nagyon sok orvosi vizsgálat volt és tesztek, de amint azokon átestem, utána edzéseken is részt vettem, eleinte csak ilyen egyéni edzéseken, csak páran voltunk ott. Nem voltunk sokan, mivel volt, hogy meccset is játszottak a srácok, és akkor ők ugye nem tudtak ott lenni az edzésen, csak azok, akik nem voltak keretbe. De most már teljes értékű edzésmunkát végzek, még meccset játszani sajnos nem tudok, mert nincs meg a játékengedélyem, de most már reméljük, hogy minél hamarabb az is eljön. Mennyire tudtál beilleszkedni, illetve mennyire vannak nyelvi nehézségeid? Hát nyelvi nehézségeim igazából azért vannak, mert ugye olaszul nem tudok, és itt elég kevés csapattársam beszéli az angolt, sőt az edzők közül is van kint 5 vagy 6 edző egy edzésen, és az másod edző, aki normálisan jól beszél angolul, de a többi az csak elég gyenge szinten, maradjunk annyiba. Például a vezető edző meg egyáltalán nem tud angolul, szóval vele nem is tudok beszélgetni, ameddig nem tanulok meg olaszul. Van egyébként külön erre lehetőséget, tehát hogy biztosítanak nyelviskolát? És ha igen, akkor az milyen sűrűn lesz, illetve mit tudsz erről egyáltalán? Azt még nem tudom, hogy milyen sűrű lesz. 1 hete azt hiszem beszéltünk erről, hogy már folyamatban van a nyelvtanárnak az intézése, de közben külön én intéztem magamnak otthon egy olasz tanárt. Az egyik volt szentendrei csapattársamnak az édesanyukája, és ő segít majd nekem olaszul tanulni. Hogyan látod a többieket? Mennyire vannak előrébb, mennyire vannak hátrébb, kb. Egy szinten mozogtok, vagy vannak nagyobb különbségek, hogyan látod? Technikailag, meg úgy taktikailag nem gondolnám, hogy előrébb tartanak, mint például az otthoni csapattársaim, de
de annyival másabb, hogy intenzívebb sokkal. Tehát mondjuk, mikor volt az első normális edzésem, ami már nem egy ilyen egyéni edzés volt, akkor például úgy jöttem le a pályáról, hogy hú, ez hajtós volt, és az eléggé kemény volt, bár mondjuk az is igaz, hogy előtte nem edzettem egy hétig ugye a tesztek miatt, meg az utazás miatt, de igen, az kemény, meg itt mindenki tényleg keményen hajt. Hány edzésetek van egyébként egy héten? Minden nap van edzés, tehát még hétvégén is, szombaton, vasárnap is, csak amikor meccsnak van, akkor nincs, de minden nap egy edzés van csak. Ugye közel egy évtizedet volt nálatok, és utána került a Honvédhoz. Ennyi idő alatt rengeteget változik egy gyerek, főleg egy ilyen kicsi gyerek, mint a Boti, azt hiszem, hogy 6 éves lehetett, amikor hozzátok került. Mennyi mindent változott? Mi az, ami alakult, amiben fejlődött ennyi idő alatt? Hát egyszer könyvet kellene egyébként erről írni, illetve lehetne erről írni. Ugye 4,5 évesen jött hozzánk. 4,5 évesen, és a 4,5 éves egy csetlés botlással volt, tehát ami ugye természetes. Viszont örökké csillogott a szeme. És nem mondom, tehát nem lehetett olyan dolgot kérni tőle, amit nem, hogy megcsinálunk, hanem háromszor ugyanígy csinált. Volt olyan szituáció, hogy kezdődött az edzés 2:30-kor, ő 2:30-kor már én kimentem a pályára előtt, még akkor az Izbégen, akkor még nem vették el tőlünk, és kimentem 2:30-kor a pályára, és már ő ott gyakorolta azt, amit előtte nap mi megbeszéltünk, és próbáltam nekik átadni. Szóval olyan szintű akarat, olyan szintű elszántság volt benne, ami tényleg példamutató. Egyébként hozzáteszem, mi például, hogy az a közösség, amire büszke vagyok nagyon nálunk, ami a Szefébe van, például ilyen Barta Botiknak köszönhető elsősorban. Szóval ők azok, akik olyan kisugárzással vannak a többiekre, és olyan példát mutatnak, hogy nem lehet másképp viselkedni. Nagyon sokszor hallom a pedagógusoktól, hogy ez a fiú kezeletlen, nehezen lehet vele bírni az iskolába. És én ott állok, érted, hogy tényleg soha semmi baj nincs velük. Tehát komolyan, szóval az elmúlt közel 20 éve csinálom, én nem is tudok olyat, hogy én nekem gyereket el kell küldenem a gyerek viselkedése miatt. Pedig közel 6000 gyerek fordult meg nálunk. Említetted, hogy 4,5 éves volt, amikor hozzátok került, ez hihetetlenül fiatalkor. Van olyan, akinek mondjuk nem ajánlod azt, hogy ilyen fiatalon elkezdje, vagy azt gondolod, hogy ez csak segíthet a gyereken? Nagyon jó kérdés, lehet, hogy pszichológiai szakot végeztél. Tényleg nagyon jókat kérdezel, ugyanis éppen ezért van az rendszer nálunk kialakítva, hogy amikor betoppan egy ilyen kicsi fiú, akkor a szülők éppen egy nap is jelentkeztek hárman, köztük egy kislány is, hogy úgy beszéljük meg az első találkozásokat, hogy minden elkötelezettség nélkül jöjjön el, és nézze meg, hogy érezze, hogy milyen ez egy csapatba, közösségbe mozogni, egyáltalán szabályokat betartani, amit nem egyszerű. Tehát azért egy ilyen szabad mozgású szabályokat nem ismerő kisfiúnak, vagy kislánynak azért nem egyszerű egy közösségben lenni. És egy 2-3 edzés után, ami minden elkötelezettség nélkül van. Tehát ha jól érzi magát, jön, ha nem érzi magát, akkor nem fog jönni. Utána leülünk a szülőkkel és a kisfiúval is, mert a testbeszéd is borzasztó fontos, azt gondolom, és megbeszéljük, hogy akar-e jönni, és szeretné ide jönni, és ezekről a tapasztalatok alapján eldöntjük közösen a szülővel, hogy most már érette arra, vagy sem. 90%-ban érettek szoktak lenni hozzá, teszem, de volt például egy 10, van például egy 10%, aki nem, és akkor egy év múlva visszajön, és akkor bekapcsolódik a munkába. Kicsit visszatérve Botira, hogyan alakult utána neki tovább a pályafutása, miután elkerült tőletek? Hát, hogy 9 évig volt nálunk, itt 9 év minden korosztályt végig játszott, 13,5 éves korában hozzáteszem, szerintem mi korán ment el. Még egy fél évig itt akartam tartani, mert még egy évet akartam játszatni az idősebbeknél, csak akkor, pont akkor vették el a pályánkat, ugye az izbégi pályánkat, és nem volt pályánk, és akkor már azt mondtam, akkor inkább menjen. És a Botinak a fejlődése egyébként nem olyan komplikált, mert őt mindenki szerette. Most ez az akadémián is. Tehát egy nagyon, nagyon közösségi ember, szerethető fiú. Nem, egyszer nem tudok rá negatív dolgot mondani, de ilyen a családja is, tehát onnan jött. A személyiség fejlődés az már érdekesebb, mert nagyon nehéz ugye megtalálni azt, hogy az ember, akit elvár bizonyos dolgokat, többet, mint a kevésbé tehetségektől, hogy éreztesse velük, az milyen hangnemet használjon. Na, ő erre nagyon jó partner volt. Tehát tudta nagyon, hogy én azért kritizálom, meg azért emlené a föl a hangomat, mert jót szeretik neki, meg bízom nagyon benne. Hát voltak ebből összeütközéseink, nem is egyszer, de a végeredmény az úgy tűnik, hogy jó lett. Éppen tegnap, mielőtt készülve erre a beszélgetésre, kérdeztem, hogy milyen lehetőségei vannak
és most már testközelből látja a játékostársakat, és azt mondta, hogy ő szerint abszolút oda fog tudni kerülni az élmezőnybe. Tehát nagyon bízom benne, hogy a felnőtt csapat is be fog tudni mutatkozni, ugye Bolognában a Détár és a Nagy Ádám után. Vajon hogyan látja Botond önmagát, mint focista, és hol szeretne lenni 5 év múlva? Kiderül a következő bejátszásból. Én is úgy gondolom, hogy igazándiból még sehol nem vagyok. Még csak most kezdek el úgymond karriert építeni. Szóval ez még egy nagyon nehéz munka. Most úgy néz ki, ugye, hogy fél évig vagyok itt kölcsönbe. Szóval, hogyha nyáron, ha azt szeretném, hogy nyáron megvegyen engem a Bologna véglegesen, akkor az most egy elég komoly fél évet kell letennem itt az asztalra. Mit üzennél esetleg azoknak a srácoknak, akik most edződnek, még mondjuk 10-12 körül vannak, vagy akár még kisebbek, és mondjuk akár felnéznek rád, vagy példaként tekintenek rád. Mit ajánlanál nekik, mit tanácsolnál nekik? Hát, ugye igazándiból én is úgy kezdtem, mint bárki más. Nekem ez úgy nézett ki, hogy nagypapám levitt engem a pályára Józsi bácsihoz, és mondta Józsi bácsinak, hogy csináljon belőlem focistát. És igazándiból nekem ez nagyon sok kedvem volt, mint ugye mostanában minden második gyerek igazándiból focista szeretne lenni. Szóval szerintem a motivációja az megvan mindenkinek. De mondom, én is úgy kezdtem, hogy nem gondoltam volna, hogy tényleg valaha egyáltalán külföldön fogok focizni. Mondom, még tényleg nem értem el semmit, de igazándiból már ez egy lépcsőfok az karrierembe. És azt tudom csak tanácsolni mindenkinek, hogy csinálja, dolgozzon keményen, mert én is ezt csináltam. És igazándiból nem nagyon van más út, hogyha valaki focista szeretne lenni, csak hogy keményen dolgozzon, ha csak nem valaki Lionel Messinek születik, de az elég ritka, valljuk be. És akkor még egy kérdés, hogy mik a hosszú távú terveid, céljaid, mondjuk, hogyha elképzeled magad 3-5 év múlva, akkor hol szeretnéd látni magadat? Hát én nagyon örülnék például, hogyha itt tudnék maradni akár a szériába, de igazándiból bármelyik, a top 5 ligából bármelyikbe nagyon jó lenne nyilván, de például, hogyha haza tudnék menni, és NB1-be tudnék játszani, az is szerintem egy elég jó dolog. És úgy gondolom, hogy most itt vagyok, az szerintem sokat fog majd nekem tudni abban segíteni, hogyha esetleg arra kerül a sor, hogy haza kell mennem, és mondjuk egy NB1-es csapatba kell játszanom, akkor az már az sokkal előrébb leszek szerintem. Ugye rengeteg munka van még Botond előtt, vele is beszélgetünk, és beszélgettünk erről. Te hogyan látod egyébként, hogy mik azok a fő pontok, ez egy kicsit bonyolult kérdés lesz, ahol, mint játékos megfigyelő kérdezem tőled, ahol egy játékosnak tartania kell 10, 12, 14, 16, 18 évesen, és ehhez képest hol tart Botond? Hát elég komplikált kérdés. Elég komplikált kérdés. A Botond, én azt gondolom, hogy ma már, ült is egyébként az NB1-es csapat kispadján, ma már egy NB1 szintű futballista. Tehát ma már én, ha vezetőedzőnek egy felnőtt csapatot, bátran betenném. Természetesen nagyon figyelve arra, hogy milyen súly, milyen nyomás nehezedik ilyenkor rá, az természetesen adagolva, de ismerve a személyiségét, ez nem lenne probléma. A fejlődési lehetősége szerintem a maximumot elérhet, persze kívánom neki, hogy száfoljon meg, szerintem egy európai középmezőnyben levő európai csapatban ő meghatározó játékos is tud lenni, és azt gondolom egyébként, hogy évekig tud lenni egy magyar válogatott, a leendő magyar válogatottnak is a tagja. Természetesen szerencse kell, ne sérüljön meg, legyen egy olyan edző, aki lát benne fantáziát, de olyan szintű a gondolkodása, olyan úgy áll a futballhoz, annyira jó alany, hogy ez biztos el fogja érni. Ugye említettük, hogy Szentendre felkerült a magyar, illetve az európai foci térképre, és hát nem csak Barta Botinak köszönhetően, hiszen van más, több olyan játékos is, akit a Szefi nevelt ki. Említsünk meg közülük néhányat. Hát büszke vagyok, szó se róla, tehát talán jogosan. Hát ugye Barta Botin kívül Kocsó Bálint 1860 Münchenben játszik, ő is szintén korosztályos válogatott volt. Sajnos őt egy riválisa, egy Afrikába hozott riválisa
úgy megrúgta, hogy hosszú ideig ideje sérült, remélem visszanyeri a formáját, de ő például azt mondom, hogy büszkeségünk lehet. Nagyon-nagyon büszke vagyok a lányokra. Stefan Bernadett többszörös korosztályos válogatott, és felnőtt ezüstérmes az MTK-val. Ő is külföldre kacsingat. Nagy reményem szerint nyárig el is fog tudni igazolni, és az nagy siker lenne szintén. Akkor ugyanúgy az MTK-ban játszik a Bokor Blanka, aki ugyan nem hozzám járt, viszont hozzám külön edzésre és egyéni képzésre jár, de szintén így kicsit talán mondhatom, hogy a kezem nyoma látszik a teljesítményen. És hát nagyon sok számtalan akadémistánk. Ja, és még a Tajti Ákos, aki nem a Tajti Mátyásra keverendő, Tajti Ákos, ő most La Coruña-ban van, aki La Coruña most kölcsön adta Hollandiába, de ő is már a nyugati tájakon próbálkozik. Ahhoz egyébként, hogy minél több ilyen játékost nevelhessen ki az ország, és itt most kifejezetten Szentendrére gondolunk, hiszen most Szentendréről beszélünk, mi az, amin itt helyben változtatni kéne, miben kellene fejlődni? Hát ez egy közel 2 évtizedes probléma. Mikor meghívtál, akkor nagyon törtem a fejemet, hogy talán nem feltétlenül ez lenne az a módja, ahol ennek el kellene hangzania, de úgy gondolom, hogy talán, hogyha látják az illetékesek, akkor talán ebben az ügyben tudunk lépni előre. Tudomásuk kell most már venni, hogy mind a Szentendrén van 2 nagy utánpótlás egyesület, ugye a Szentendrén van ugye a Dunakanyeres és a Szefi. Van ugye a Szentendre VSD, ő azért nehezen komolyan vehető. Ez a 2 egyesület harcokat vív, háborúzik, és hát mindenki próbál megélni a maga módján, és próbál tehetséget nevelni. Én ezen a fórumon is fölé állom most az együttműködési ajánlatomat, hogy egy korrekt együttműködés keretében, a gyerekek érdekében, hogy még több gyerek játszhasson, még több Szentendrei fiatalnak csillogosson a szeme, ha esetleg megkeresik mondjuk akár akadémiákról, akár arra nem is, bárcsak mondjuk külföldi csapatoktól is, hogy üljünk le és beszéljük át. Az tényszerű, hogy borzasztó gyerek akar focizni. Ennél nagyobb problémánk ne legyen, én azt mondom. Abszolút, abszolút. Tényszerű, nagyon sok gyerek akar focizni. Ezzel nem is lehet vitatkozni, ugye a kormányzati segítségek hatására is, az infrastruktúra fejlődésének hatására is. És Szentendrén nekem borzasztó nagy szívfájdalmam, hogy amikor Szentendrén idejön egy turista, és előveszem mondjuk a Szentendrénről információs újságot, jogosan egyébként a csodálatos Dunapartról, a művészekről, erre a gyönyörű ékszerdoboz városról beszél. És most talán oda tudjuk már tenni, hogy egy borzasztó külföldön játszik, olyannyira, hogy a Milán meccs után, amiről beszéltem az előbb, a Bologna Milán meccs után, egy olasz internetes újság fölhívott, és azt kérdezte, hogy ez a fiú honnan jött, és mi hol van a Szentendre. Tehát fölkerültünk, ezért mertem írni, hogy fölkerültünk a futball térképre, és ha koncentráltabban tudnánk ezeket a gyerekeket ilyenfajta képzéssel, amit ugye ezek szerint eredményes, ami nálunk van, én nagyon szívesen átadom azt a tudást esetleg a Dunakanyar edzőnek, kollégáinak, nagyon szívesen, hogy tudtuk ebből a kisfiúból, ilyen kicsi merítésből, ilyen kicsi lehetőséggel ide eljutatni, akkor a Szentendrei futball olyan helyre mehetne, olyan helyre kerülhetne, amíg soha nem volt. És annyira örülnék egyszer annak, ha azt olvashatnám, hogy egyszer mondjuk Szentendre mondjuk az NB3-ban futballozik, és nagyon-nagyon sok olyan kisfiú van, akit esetleg ott el lehetne képzelni, és jó teljesítményt tudna nyújtani a város érdekében is. Hát én bízom abban, József, hogy megszületik ez a párbeszéd az egyesületek között, és ezáltal is minél több játékost tudunk biztosítani, akár a magyar válogatott számára, és egyáltalán az, hogy játszhassanak együtt a játékosok, az utánpótlás focisták. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és további jó és értékes, sikeres munkát kívánok nektek. Köszönjük a meghívást, és viszont kívánom. Köszönjük szépen. A mai adásban Fitos Józseffel, a Szefi LSS szakmai vezetőjével és edzőjével beszélgettem. Köszönjük, hogy velünk tartottak, minden jót kívánok, viszontlátásra!